Ezek a rangsorok az angol száz oktatási rendszer optimalizált standardjai mentén kialakult rangsor szempontok. Amit Klebersberg Kuno annak idején magyar kultúrfölényként emlegetett, az lehet, hogy már nem létezik, de az angol száz university ranking szerint nem is fog létezni még jó darabig. De azért a rankingektől független teljesítményben azért ott vannak a magyarok, elég magasan. Na most ezért aztán mi jártuk a magunk útját. Tehát tudtuk, hogy vannak rankingek, tudtuk, hogy ezek valahol valakinek valamilyen módon nagyon fontosak. Valószínűleg előbb-utóbb nekünk is azok lesznek. De nem vettük át a saját működésünkben ezt az angol száz meritokratikus rendszert. Aztán, amikor elkezdett a dolog húsba vágóvá válni, akkor elkezdtünk vele foglalkozni. Létrejött egy rektori bizottság, megnéztük a hozzátartozó humán erőforrást, abban megtaláltuk Jenei Attilát, kancellár urat, meg néhány embert, és az egyetem néhány principálisát, korábbi rektorokat, a tudományos teljesítmény egyebekben járatos embereket, és elkezdtünk utána menni ennek, hogy hogy is tudnánk megfelelni ezeknek a rangsoroknak. És tulajdonképpen az történt zömmel, hogy egyszerűen eddig basszuskúrcsba játszottunk a basszusgitáron, de láttuk, hogy violinkúrcs szerint kell énekelni. Hát akkor átírtuk a kottát, és elkezdtünk hozzá alkalmazkodni. Az eredmény az alkalmazkodás első lépcsőjében a 400 helyet ugrottunk előre. Holott az történt, ami 4 éve, meg 5 éve. Csak egyszerűen más rubrikába írtuk a dolgokat, máshogy kezdtük el minősíteni. És az érzésem, hogy ezzel nem álltunk meg, mert maga az egyetem képességei, teljesítménye, megnyilatkozásai tökéletesen alkalmasak arra, hogy jóval messzebbre jussunk a rangsorokban. Nagyon sokféle rangsor van. A rektor úr mondott, ezek többnyire angol szászok, de vannak kínaiak, vannak grúz kötődésűek, vannak mások is, amit a világban figyelembe vesznek. A mi finanszírozási szerződésünkben csak néhány rangsor szerepel, amiben előre kell lépni, és azért amellett, hogy a múlt héten volt ez a kedvező eredmény, 400 helyes kategóriát ugrottunk, tehát két kategóriát tudtunk előre menni, azzal, hogy nem csak jobb vagyunk, hanem jónak is mutatjuk be magunkat, és megtanuljuk, hogy az adatokat hogyan kell szolgáltatni, hogy az a valós teljesítményünket minél inkább mutassa. Emellett azért tavaly is volt egy nagy eredményünk, amikor az egyik világon legjobban elismert rangsorban, természettudományban a 89. helyen végzett a természettudományi terület, az már bőven 100-on belül van. Természetesen gazdasági szempontok is vannak magukban a rangsorokban is, tehát nem csak oktatási, kutatási, minőségi adatok, publikációs adatok, hanem az egyetem gazdálkodási nagyságát bemutató adatok is szerepet képviselnek ebben, különböző rangsorokban, különböző arányokban. Nyilván mi azokra a rangsorokra próbálunk koncentrálni, amelyek a legelismertebbek, és az állammal kötött szerződésben is szerepelnek. Nagyon sok dolgot mérlegelünk akkor, illetve vizsgálunk, amikor azt mondjuk, hogy egy szemléletváltást indítunk el ezen az egyetemen, hogy rangsor kompatibilis legyen maga az egyetem. Mindent csináljunk úgy, hogy az nemzetközileg is látható legyen. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ebben a sok számos rangsorban, például 200-ban vagyunk, 150. hely környékén vagyunk a nemzetközi hallgatók számát tekintve, és a nemzetközi hallgatók több mint fele úgynevezett fizetős hallgató, ezek családja ezeket a rangsorokat tudja nézni. Tehát nem egy weblapot néznek, nem az egyetem weblapján nézik meg elsőként az ide jelentkezők, vagy az érdeklődő családok, hanem azt, hogy a rangsorokban hanyadik helyen szerepel ez az egyetem, amit kiválasztanak. És ezen belül természetesen ez a ezren belül lenni is már egy nagyon-nagyon nagy szám, de a verseny igazság szerint valahol
500 környékén kezdődik a ragyokkal, amikor is azt mondhatjuk, hogy ott vagyunk abban a történetben, tehát ez előre lépés. Ha a többi paraméterünk is a jövőben, ahogy elmondtam, egy szemléletváltás során javul, akkor ez nagyon biztató.